A kenyér világnapja alkalmából péktermékeket tartalmazó ajándékcsomagokat adományozott az egyik Maros megyei pékség. A Pékek Világszövetsége 2001-ben döntött úgy, hogy október 16-án ünneplik a kenyér világnapját. Ennek célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének a kenyérnek jelentőségét, és segítse a rászorulókat. Így fogadták a Marosvásárhelyi idős otthon lakói annak a pékségnek a munkatársait, amely a kenyér világnapja alkalmából adományokkal lepte meg őket. Talány Péter másfél éve él itt, számára ez a hely jelenti az otthont. Azt mondja, mindent megkap itt, a Pékek figyelmessége azonban örömet szerez neki. Hát nagyon jó érzés, mikor nem volt jó érzés, mikor kapsz valamit. Hálás, köszönöm, hogy gondoltak is ránk. Mindenkire, nem csak ránk személyesen, mindenkire. Az otthon lakói érzik, hogy a csomagokban rejlő igazi ajándék a szeretet és a gondolkodás. Hát nem csak a csomag, mert az is, hogy örvendünk, hogy felkeresnek, gondolnak ránk. Ehhez hasonló karitatív adományozást a világ mintegy 30 országában szerveztek a Pékek, így segítve a rászorulókat. Ezt karitatív jelleggel szokták csinálni a Pékek, és ugyanúgy, mint mi is, LDP-ség, ugyanúgy karitatív jelleggel felfigyelünk erre, és azok az emberek, a mindennapi emberek figyelnek fel arra, hogy maga a kenyér számukra mennyit élelmiszer szempontjából mit is jelent. Nem csak az idősek részesültek a pékség adományaiból és figyelmességéből, egy Maros megyei gyermekotthon lakói is örülhettek a kenyérnek, péksüteményeknek és figyelmességnek.